Gyerekkoromtól itt élek a Börzsönyben, és járom a Börzsöny. 1978-tól viszont hivatásszerűen is itt dolgozom, előbb mint vadőr, aztán mint természetvédelmi őr. Több mint 20 évvel ezelőtt sikerült egy Zenit fényképezőgéppel lefényképeznem egy hiúzt. Akkor még nem léteztek ilyen modern kameracsapdák, mint amivel mostanában dolgozunk. Ezekkel már nagyon jó közeli képeket is lehet készíteni. Azon a felvételen még alig lehet a hiúzt felismerni, de azért én tudom, hogy az egy hiúz volt. A kameracsapdákat azt olyan helyekre kell rakni, főleg vadváltók közelébe, sziklás helyek közelébe, ahol a hiúz előszeretettel közlekedik, és ott nagy esély van arra, hogy előbb-utóbb fél év alatt, egy év alatt sikerül róla felvételt készíteni. Azt a mindenit! Itt egy hiúznyom is. Hiúz és egy farkasnyom egymástól másfél méterre. Na, ilyet még nem láttam a Börzsönybe. Itt jön lefelé a hiúz, itt megy fölfelé a farkas. Hát, ez nagyszerű. Ha azt akarjuk, hogy Magyarországon is legyen hiúzszaporulat, akkor ezért valamit tennünk kell.